Másfél óra, sőt, egy perccel kevesebb, mint másfél óra múlva kezdődik a labdarúgó Európa-bajnokság. Eredetileg tavaly júniusban rendezték volna, de a járvány miatt eltolták egy évvel. Az EB-k történetében most először nem egy vagy két ország látja vendégül a csapatokat házigazdaként, hanem Európa 11 városának egy-egy stadionjában rendezik a meccseket, köztük Budapesten a Puskás arénában. A magyar válogatott megint ott lehet az Európa-bajnokságon, tehát 2016 után újra foci lázban éghet az ország a következő napokban, hetekben. A magyar csapat kedden mutatkozik majd be Portugália ellen, a nyitó meccset pedig az olaszok és a törökök játsszák méghozzá Rómában este 9-től. Ott van Kovács Dániel Rómában, most már belül az olimpiai stadionban. Szakadozik a vonal, de azért megpróbálunk kapcsolni, remélem hallani fogjuk, meg látni is, amit mondasz, és ahogy mondod. Ez egy 70 ezres stadion, van még idő a meccsig, de nem lesz tele a mögötted lévő lelátó, az óvintézkedések miatt csak negyedház lesz. Köszöntöm a nézőket! Igen, 16 ezer nézőt várnak ide a Stadio Olimpicóba, ahol igen, láthatják, itt vagyunk már. Kicsit egyébként furcsa ezt látni, mert látva a hangulatot, ami kint fogadott minket a korábbi bejelentkezéskor, és amit azt tudnám mondani, hogy szerintem ez a 70 ezres aréna, és tényleg hatalmas futball hangulat. De azt gondolom, hogy ez a 16 ezer néző, akinek szerintem bejutott ide, csodálatos hangulat, és ezt arra alapozom, hogy nem képet itt ki török válogatott, nézte meg a gyepet, masováció fogadta őket, oda a turkolókhoz, illetve az olaszok még nem jöttek, az óriás lehetett nyomon, ahogy a helyet követi, tehát a város, tényleg az olasz szurkolók hatalmasóvá fogadták a válogatót, hogy azt gondolom, hogy nagyon jól hamarosan kezdődő mérkőzés. No, hát eddig tartom most az első élő bejelentkezés, elnézést a technikai hibáért. Reméljük, hogy kipipáltuk, és akkor július 11-ig már több ilyen nem lesz. Próbálunk majd még később, vagy itt a iradó második felében, vagy a ma estében kapcsolni.